van az ősz, itt van újra, ahogy ez a bátaszéki óvoda dekorációján is látható. A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály napja. A népi hagyományok szerint a Szent György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor hajtották vissza, és a pásztorokat ezen a napon számoltatták el. A bátaszéki hagyományőrző óvodában sem maradt el az ünneplés. Az alkalmat szülőkkel, régi csoporttársakkal együtt szokták ünnepelni, ám erre most a koronavírus járvány miatt sajnos nem tudtak sort keríteni. Mi minden évben már tényleg sok éves hagyománya ez óvodánknak, hogy a Mihály napot megünnepeljük. Ugye ez a Mihály nap a terménybetakarításról, a mezőgazdasági évnek a végéről szólt régen, még nagyszüleink, ők szüleink idejében. Mi ezt a hagyományt elevenítjük itt fel minden évben az óvodánkban. Idén egy kicsit másképpen zajlik, mint az elmúlt években. Sajnos a koronavírus helyzethez kellett alkalmazkodnunk ilyen tekintetben is. Ilyenkor az udvaron hatalmas forgatag szokott lenni, vásári forgatag, a kemencénket be szoktuk gyújtani, abban az elmúlt években is sütöttünk lángost. A jelenlegi első osztályosok meg szoktak látogatni minket, ez most idén elmaradt. Kicsit leegyszerűsítettük, de a hagyományt mindenféleképpen megőriztük. Minden csoport választott magának egy régi mesterséget, amit felelevenít, oly módon, hogy régi eszközöket, régi tárgyakat kértek a szülőktől, mint például a kosárfonás, vagy kékfestőkészítéssel kapcsolatos, vagy a szüreteléssel kapcsolatos. Volt olyan csoport, aki a juhászkodást választotta, és a tárgyak, akár a projekthét, amit a csoportok szerveztek, a versek, a mesék, ezekhez kapcsolódtak, ezekhez a mesterségekhez. Fussunk a napon, ez egy projekt hét igazából, minden csoport a saját projektjét alakította ki a hét során, és ezen belül ennek keretében mondókáztak, verseltek a választott mesterséghez kapcsolódóan. Mivel mi hagyományőrző óvoda vagyunk, ezáltal a pedagógiai programunkban úgy a Mihály nap, vagy akár a Márton nap, vagy a farsanghoz kapcsolódó szokás, a kiszeégetés, ezeket a hagyományokat építettük be a pedagógiai programunkba. Ezeket próbáljuk mi a gyerekek szintjén feleleveníteni, megélni, amennyire lehet, amennyire tudjuk. Bár jelen nem lehettek, idén is nagy szükség volt a szülők segítségére és együttműködésére. Zsófi bár kicsit szégyenlősen, de annál ügyesebben mesélt el, hogy mit tanult a juhászokról, láthattuk az alkotását, majd egy kedves bárányokról szóló verset is hallhattunk tőle. Biri, biri bárány, alig áll a lábán, kiviszi a legelőre, édes üvet legelőre. Nem csak verseket és dalokat sajátíthattak el, gyönyörű kézműves alkotásokat is készítettek az óvodások. Terítőket bemártottam festékbe, és rányomtam terítőre. A látottak és hallottak alapján elmondható, hogy a gyermekek rendkívül élvezik a Szent Mihály napot, és rengeteg új ismeretet szerezhetnek a régi népi szokásokról, amivel színesíthetik ismereteiket.